Köszöntök mindenkit itt a fehérvári beszélgetésekben. Nem egyszerű időket élünk, amúgy is hétköznapi problémák mellett itt van még a koronavírus, amivel vagy amellyel meg kell, hogy küzdjünk. Szerencsére lassan-lassan látjuk a végét. Nagyon jó híreket, nagyon jó információkat kapunk az oltásról és annak hatékonyságáról. Tényleg az utolsó lépések vannak vissza, az utolsó lépések vannak hátra. Viszont ez nagyon megosztja az embereket. Az alapinfluenza oltás is nagyon megosztja az embereket, a koronavírus elleni oltás pedig még jobban megosztja az embereket. Na mai napon ezeket a tényeket, tévhiteket szeretnénk itt a fehérvári beszélgetésekben helyre tenni. Vendégem a stúdióban dr. Mosolygó Éva orvos. Szia, köszöntelek téged! Szeretettel köszöntöm én is a nézőket, mindenkit, aki a figyelmével megtisztel minket. Neked pedig különösen hálás vagyok, Zoli, mert most is, mint máskor is, teret és lehetőséget adsz a tudománynak, és ez nagy érték, hogy szóljon az emberekhez. Nagyon fontos, így van, tudományos módon, tudományos érvekkel, ahogy szoktad mondani, evidence-based módon beszélgessünk Igen. ezekről a dolgokról. Sokat beszélgettünk felvétel előtt az oltásról, hogy miért lehet ennyi oltás ellenes, tényleg a koronavírus elleni oltás fejlesztéséről, tehát nagyon sok mindenről, de adásba is szóba kerülnek ezek, hogy az oltás történetét is megnézzük, hogy miért nem kell tőle félni. Igen. Védő oltást adni, az azt jelenti, ahogyan a neve is mutatja, hogy valamilyen anyagot juttatunk a szervezetbe, beoltunk képletesen a szervezetbe, akár egy gyengített vírust, akár egy elölt vírust, akár a vírusnak valamilyen kis alkatrészét, vagy módosított változatát. Bejutatjuk a szervezetbe, és a szervezet megtanulja, elkezd ellene ellenanyagot, sejteket termelni, felkészül egy speciális védekezése, úgy, hogy közben nem betegszik meg is. Amikor a világból kialakul ez a tanulás a szervezet immunrendszere részéről, és amikor a világból élesben találkozik a kórokozóval, akkor már egy felkészült hadsereggel várja a szervezet, és meg tud vele rögtön küzdeni, és nem alakul ki betegség. És az, hogy ez mennyire óriási vívmány, csak egy nagyon kevés időt a történetére áldozat. Ez fontos dolog azért, persze, hogy mióta van. Nagyon, igen, és egy nagyon érdekes a történet. A legelső védőoltás ugyanis nagyon sokan nem gondolják. Az 1700-as évek legvégén, 1796-ban történt meg, hogy megalkotta egy angol sebész, akinek az a neve, hogy Edward Jenner, megérdemli, hogy beszéljünk róla, egy olyan zseniális gondolata volt, mint minden nagy találmány egy zseniális gondolattal, egy újító gondolattal indult el, a fekete himlő elleni védőoltást. A fekete himlő, ezt is kevesen tudják, és inkább a pestis szokták emlegetni, a pestis mellett a másik nagy pusztítókor, amióta a történelmet jegyzünk egyáltalán, mindig is kísérték az emberséget fertőző betegségek, nagy-nagy pusztító járványok. A fekete himlő is ilyen volt, és ez is egy érdekesség. Ezek a járványok leginkább a háborúkhoz voltak köthetők, hiszen akkor, amikor még nem volt globalizáció, sokkal kevésbé mozogtak az emberek a földön, a bolygón, és akkor leginkább a háborúkhoz volt köthető, hogy egy-egy fertőző betegséget odébb vittek, és terjesztettek tovább. És képzeld, a fekete himlő kapcsán sokkal több ember pusztult el a háborút kísérő fertőző betegségben, mint maga a háborús eseményben. És szoktuk sajnálni a háborúban meghaltakat, sokkal többen haltak meg a háborúkat kísérő fertőző betegségekben. Kevesen tudták szerintem. Igen. Itt van ez az angol sebész, aki felfigyelt arra, hogy a tehenekben is van egy fekete himlőhöz zajló betegség, tehén himlőnek hívjuk, és felfigyelt arra, hogy azok a tehenész nők, akik fejik a teheneket, gondozzák a teheneket, és esetleg találkoznak a himlős tehénnel, nem betegszenek meg emberi fekete himlő betegségben. Ez adta a gondolatot, zseniális gondolat, hogy most kell, hogy mutassak egy képet. Én már láttam, de a nézőknek mutassuk meg mindenképpen. Nem vidám a kép, azt elmondjuk előre, nem vidám a kép. Egy gyermeket ábrázol, aki fekete himlős, és azért mutatom meg ezt a rettenetes képet, mert ilyen kis kiütéseket, elváltozásokat okoz a bőrön. Jenner a tehén ilyen kis kiütéseiből mintát vett, és a házvezetőnője kisfiának, aki ilyen bátor volt, bátor társa volt a sebésznek, adagolta néhány napon keresztül. De tudták, hogy nincs is más választás. És igazán, azt figyelte meg, hogy ezt a kisfiút, aki egyébként emberre nem patogén, tehén himlő darabkákat, váladékot evett, nem betegedett meg. Nem kapta el a fekete himlőt. Ebből készített
ezen a gondolaton alapulva ebből készített védőoltást Jenner, és ennek akkora jelentősége volt, hogy ezzel a védőoltással egész Európából és Észak-Amerikából száműzte a fekete himlőt. És utána az egész világról száműzte a fekete himlőt. Ez egy olyan szörnyű betegség volt, a jelentőségét, hogy láthassa mindenki, hogy a letalitása átlagban körülbelül 50%. Aki elkapta ezt, annak a fele meghalt. Azon embereknek a fele meghalt. A másik fele pedig nagyon gyakran torzító, nyomorúságos maradványokkal jött ki belőle. Például Kölcsey Ferencnek az egyik szeme a himlő áldozata volt. Tényleg? Ezt nem is tudtam. Igen, vagy nagyon sok a vakságnak az esetek legnagyobb részében a himlő volt az oka, az átélt himlőbetegség. Vagy Sztálinnak a torzító hegei mindig úgy fordult, takargatta. Első Erzsébet királynő a szintén himlős ugyanez. Volt. Uh-huh. Igen. Vagy például már az ókorban is jelen volt, és a 5. Ramszesz fáraónak a halálát is a vizsgálatok alapján a himlőnek tudjuk be. De nem ez a lényeg. A lényeg, hogy ez egy rettenetes, pusztító kor volt, nem volt ellene orvosság, csak az a védőoltás, amit kitalált ez az angol sebész, és egyébként az ő tiszteletére Pasteur a vakcinálást is, a vacca latinul az azt a tehenet jelöli, ami már borjazott, és ebből a latin szóból kiindulva és Jenner munkássága iránti tiszteletből nevezte Pasteur ezt a jelenséget vakcinálásnak. Innen ered a szó is, amit mi magyarok is, az egész persze. világ ezt használ. Azóta viszont rengeteget fejlődött a technika, tehát elképesztő, igen, ami igen. van. Éppen erről akartam beszélni, hogy az még a fekete himlő volt, és utána nagyon-nagyon sok betegséget sikerült 1980-ban kimondta a WHO, az Egészségügyi Világszervezet, hogy az egész bolygónk himlőmentes. Hm. És ez a védőoltásnak köszönhető. Igen. És ez az 1700-as évek végén készült el elsőként. Azóta nagyon sok betegség azért nincs már jelen az életünkben, különösen a magyarok életében, és még sok oltó ország életében, mert hogy védőoltást találtak ki ellene, és maga a védőoltás fejlesztés is óriási vívmányokon keresztül nagyot ugrott technológiában. Hogyha belegondolunk abba, szeretném elmondani, szeretném arra kérni a nézőket, hogy gondolkodjanak velem közösen. Az 1700-as évek végétől számtalan technikai újdonságot élvezünk, van jelen az életünkben. Például az egyik fiam maratonversenyen fut, és a rajtszámán van egy kicsi csip, és én tudom nézni a telefonomon, hogy ő hol jár. Uh-huh. Zseniális találmány. Vagy fizetünk úgy, hogy a telefonunkat oda tartjuk egy kis géphez, és azonnal ki van fizetve egy áru. Vagy ha átutalunk, akkor az azonnal persze. megjelenik egy másik ember számláján. Hát ott van maga tényleg az internet is, egy akkora csoda, hogy a telefonod ott van a világ. Maga az internet is. Uh-huh. Vagy hogyha a gyerekem kosárlabda mérkőzésen játszik, és most a járvány miatt zárkapus mérkőzéseket játszik, nem lehetek jelen, de egy applikációval követhetem, hogy mikor ki dob kosárra, és mikor ki szerez labdát. Zseniális találmány. Vagy hogyha aggódok az édesanyámért, az ország másik végében a karján lévő órával én a telefonomon indított applikációval meg tudom mérni a vérnyomását. Ezek felfoghatatlan találmányok. Vagy hogyha az egészségünket akarom taglalni, akkor kicserélünk szerveket, kiveszünk egy beteg szervet a testből, és beteszünk egy másikat, és működik tovább. Olyan találmányokkal élünk már együtt, ami a hétköznapi ember számára felfoghatatlan. Annak az embernek válik felfoghatóvá, aki veszi a fáradtságot, és megtanulja azt a folyamatot, és megérti. És ezt megtehetjük a védőoltások fejlesztésével is. Ez csak azon emberek számára hókusz-pókusz, és ilyen elvon dolog, hogy valamit kialakítanak, és majd beadják be a szervezetünkbe, aki nem követi ezt az eseményt, de hogyha végigmegyünk ezeken a fejlődési szakaszokon, ami a védőoltás fejlesztésben megtörtént, akkor érthetővé válik a folyamat, és már nem olyan félelmetes. Így van, ez a legfontosabb, amit mondtál tényleg, hogy ezen a területen biztos jó emberek, de tájékozatlan emberek nyilvánítanak véleményt teljesen felelőtlen módon, ezáltal a többi hasonszörűt tudják befolyásolni, és nagyon megosztani, és ugye ezáltal megnehezíteni a védekezést. Igen, és végül is az életünk minden területén,
Nekem nagy hitem van benne, hogy tudatosan oda kell figyelni az örömeinkre. Számtalan dologgal élünk együtt úgy, hogy természetes módon van jelen az életünkben, és elfelejtünk örülni neki, csak amikor kicsit elvonják tőlünk, akkor örülünk neki. De a fertőző betegségek közül számtalan ilyen. Ilyen a védőoltás is egyébként, hogy elvonnák. Mennyire örülnénk, igen, hogy volt védőoltás, mert ugye megkapjuk azt a betegséget, és igen, ugye ehhez, hogy van, nem kapjuk meg a betegséget. Magyarországot tekintve egyébként nagyon érdekes, Magyarországon is az első védőoltás a fekete himlő ellen volt. És aztán 1953 óta minden magyar csecsemő kap védőoltást Magyarországon. Azóta számtalan védőoltást, számtalan szörnyű, pusztító, fertőző betegség ellen a himlő után a tetanusz következett, utána bevezették a járványos gyermekbénulást, aztán a kanyarót, és ma már nagyon sok védőoltást. Ezeket úgy hívjuk, hogy életkorhoz kötött kötelező védőoltások. Lehet azon vitatkozni, hogy mennyire korlátozza az ember szabadságát, hogy kötelező védoltások vannak, de ha az eredményt nézzük, hogy Magyarország oltási fegyelmével 98-99%-os átoltottsággal mennyire büszkék lehetünk erre, a magyar oltottság páratlan, és nem kell küzdenünk szamárköhögéssel, torokgyíkkal, Móra Ferenc művéből is. Így van. Ismerős talán mindenkinek. Csak néha most Ukrajna oldaláról sajnos hoznak be, jön be az országunkba kanyarós beteg, de nekünk nem kell félni, mert mi védve vagyunk, mert be vagyunk oltva ellene. És hogy ez mekkora vívmány, ne felejtsünk el örülni neki, ez csodálatos dolog. És ne felejtsünk el élni a védőoltások adta lehetőségekkel. És hát ahogyan a felvezetődben mondtad, megkerülhetetlen az a darásfészek, amivel most belenyúlunk, és beszélünk az oltás ellenességről. Egyébként még tök érdekes, amit belevágnál, rádióban rengeteget foglalkozom ezzel, a Jó reggelt Fehérvárba. Igen. Napi szinten egy koronavírus téma van, unalmas hallgatók részére lehet, vagy egy-ketten mondják, de kell vele foglalkozni, mert fontos. Elég sok még a vírustagadó, például ma reggel a felvétel napján is volt hölgy, aki írt, hogy a vírustagadó nem hiszi, hülyeség az egész, manipuláció, ő másban hisz, most nem akarom mondani, mit leírt egy tanfolyamot, hogy azt ő elvégezte, és akkor azáltal lehet a csakrákat befolyásolni, hogy ne kapja meg. Szóval elképesztő dolgok vannak, hiszik az emberek, és nagy Isten tényleg megfertőződik, azért, mert nem védekezett kellőképpen, a saját tudatlansága miatt. Tehát a saját tudatlansága fertőzi meg szerintem az embereket nagy részben. Igen, az a tapasztalatom, hogy az ilyen nézetű ember, ha közel kerül egy vírusfertőzötthöz, vagy hogyha velem jönne néhány napomra, és ott harcolna velem a frontban, vagy valamelyik kollégámmal, akik ott vagyunk a frontban, és látjuk, hogy mi történik valójában, akkor megjön az az alázat, ami minden nagy, tőlünk sokkal erősebb betegség és ismeretlen betegséggel kapcsolatban kell, hogy legyen bennünk ahhoz, hogy ehhez méltó módon tudjunk hozzáállni. És hogyha az oltás ellenességről beszélünk, tudom, hogy darásfészekben nyúlunk, de muszáj dolgokat kimondani, persze, és feladatunk beszélni a valóságról, még akkor is, ha engem felháborít az egész történet, mutatja, hogy mennyire működik, van egy elmélet, de most erről talán nem fogunk beszélni, a pillangóhatás elmélete, de azt muszáj elmondanom, hogy hogyan indult ez az egész. 1998-ban egy Andrew Wakefield nevű amerikai orvos, mint utóbb kiderült csaló, megjelentett 12 autista gyermeken elvégzett tanulmányát egy meghamisított eredménnyel, miszerint az autizmus és a kanyarót is tartalmazó trivalens védőoltás, MMR vakcina, ezt úgy hívjuk, mai napig is használjuk problémamentesen, MUMS, morbilli rubeola ellen véd, és hogy ez a védőoltás és az autizmus között bebizonyította 12 autista gyermek vizsgálatával, hogy kapcsolat van, és ezt megjelentette a Lancet nevű tudományos labban, és ez a hír futótűzként szétterjedt a világon. Erre a tudományos élet rámozdult, és azonnal vizsgálatokat kezdtek. Mert hogy a tudománynak az a természete, onnan lehet megismerni, hogy mindig mindenre bizonyítékot vagy cáfolatot keres, mindig átlátható, mindig kontrollcsoporttal végez, igen, vizsgálatokat, és a vizsgálati eredményeit nyilvánossá teszi. No, cáfolták is, és ügyvéddel beperelték ezt az embert, mert kiderült, hogy mindig van az ilyen csalók mögött valamiféle, legtöbbször anyagi érdek, mint kiderült, ő is akart egy megáll az ész, autizmus gyors tesztet piacra dobni, meg hát a gyógyszergyárakkal szembeni kártérítési perekből sok pénzt remélt, elvesztette a pert persze, mert nem volt igaza, és meghamisította a vizsgálati eredményt, és a Lancet lap helyre
hozó, helyre igazító cikket jelentett meg, és ettől az embertől megvonták az orvosi engedélyét. Erről nem sokat beszélnek egyébként, tehát hallottam én erről is ilyet nem. Egyébként. Erről igen, hogy elvesztette a pert. Arról igen, hogy autizmusnak, illetve a védőoltásoknak lehet köze az autizmushoz, az lehet hallani egy csomó és embertől. És képzeld el, Zoli, hogy ez szétterjedt a világban, aha, és úgy maradt a világ. Igen. Mert a cáfolat az már egy tudományos hír volt, és vizsgálatoknak az eredményei, és annak már nem volt olyan hatása, mert fontos. Nincs szenzációértéke. Fontos. Nagyon fontos. Ez az ember, csak érdekességképpen mondom, mert maga az ember nem érdekes, ez egy csaló, és ez sajnos sok van a világban. Ez az ember, mint a macskák talpra esett, megvonták az orvosi engedélyt, de nem pusztult bele, ellenkezőleg könyvet írt, és ezt, sőt, filmet forgatott saját magáról, jelen van a politikai életben, manapság is, nagyon jól él. Tehát ő még abban van. Az, sőt, abban az államban, ahol ő él, és terjeszti az ő hamis igéjét, 1900%-kal megnőtt a gyermeküknek oltást be nem adó szülők száma, és Texas államban exponenciálisan megnőtt ezeknek a fertőző betegségeknek a jelenléte, ami oltás mellett, fegyelmezett, olyan oltási fegyelem mellett, mint Magyarországon van, nem is lenne, nem is kellene tehát velem nem küzdeni. Kötelező igazából. Nem köte- akkor... Ott nem kötelező, nálunk kötelező. Tehát nem teszik kötelező, azon gondolkodom, hogyha látják, hogy ennyire megnő, hát nyilván van annyi eszük, hogy kötelezővé tegyék, vagy gondolom. Igen, én, vagy nincs ennyi eszük, vagy úgy is hívhatjuk, hogy ez liberalizmus. Igen. Ott, igen. Ott döntés, ott sokkal nagyobb a döntési szabadság, és ami lehet nem arról, mindig jó, nem mindig jó. Tehát olyan emberek, akik nem értenek ehhez, rábízni a liberalizmus eszméje alatt, hogy döntsön, az egy nagyon nagy hiba. Igen. És utána számtalan tudományos vizsgát történt. Többek között 1999-től 2010-ig Irdésmond 560 000 Dániában 560 000 gyermeket vizsgáltak meg, és egyetlen egy esetben sem derült fény arra, hogy autizmus és MMR oltás között lenne kapcsolat, versus az ő 12 esetes vizsgálata kontrollcsoport nélkül és meghamisítva. És mégis ekkora hatása lett. Nem csak ennek nyilván, mert az oltásellenesség jelensége egy bonyolultabb folyamat, mivel engem ez nagyon bánt, és nagyon szeretném, hogyha hatékonyan tudnánk védekezni a koronavírus ellen, azt is, azzal is sokat foglalkozom, hogy mi az oka, és miért lehet ennyire jelen. Az lehet részben a pszichológiája, nyilván ez egy bonyolult folyamat, de az oltásellenesek leginkább egy ilyen csoportgondolkodásba futnak bele, és szeretnek, mindig is volt nagyon sok ember, aki nagyon vevő, hogy ilyen trendin fejezem ki magam, nagyon vevő a téveszmékre, szenzációs hírekre. Igen. Igen, és az ilyen összeesküvés elméletekre. És ezeknek az embereknek már csak egy olyan szellemi vezető kell, lásd Gödény doktort, idézőjelben, nem fogom vesztegetni se az időt, se odáig nem süllyedek le, hogy erről, hogy persze, róla beszéljünk, kell, csak kell, a jelenségről igen. Kell egy szellemi vezető, aki mögött aki általában valami sanda szándék. Népnyelvén beszél. És a vezető mögött valami legtöbbször anyagi érdek áll, és a vezető után ezt lehet terjeszteni. És a folyamat az rettenetes, de ez a csoport, az ilyen csoportok általában valamiféle sérthetetlenséget akarnak maguknak szerezni, és erkölcsi felsőbbrendűségnek a hamis látszatát. Hitelesítik ez, egymás hülyességét. Ezt mondanom kell, hogy ez egy idióta gondolkodás. Az, aki kívülről nem engedi be a tudomány bizonyítékait, az magának és saját magán kívül sajnos másoknak is árt. És most érkeztünk el oda, hogy azt a rettenetes kárt nem lehet felmérni, hogyha az oltáselenesség jelensége megtorpedózza a lehetséges vakcinálást a koronavírus ellen. 2019-ben a WHO a 10 emberi egészséget legveszélyeztetőbb jelenség közé sorolta, amikor még nem volt, pandémia, az oltáselenesség jelenségét. Az olasz orvosok tüntettek 2 évvel ezelőtt, amikor még nem volt koronavírus veszély az ellen, hogy Olaszországban előttünk járnak már az oltáselenesség terjedésében, és sok védőoltást megtorpedóztak, és a politikai élet szinterén is jelen vannak, akik... vannak közöttük, akik elsajátították ezt az vagy vallják ezt az oltáselenesség elvét, és nagyon sok kárt okoznak, és az olasz egészségügy már küzd a olyan fertőző betegségekkel újra, amivel egy ideig nem volt probléma. Ez nagyon nagy baj. És szeretném Magyarországot is, és Európát, és az egész földet megvédeni valahogy ennek a kártékonysága ellen, és ezért szeretném elmondani, hogy a koronavírus elleni
oltóanyagfejlesztés, ahogyan mondtad, finisben jár, nagyon jól állunk, óvatos becslések szerint két, úgyis megkérdeznéd? Mindenképpen meg, persze. A következő év tavaszának a végére, első felére datálható az, hogy valószínű, hogy lesz több befutó, többféle oltóanyag. Zseniális technológiai fejlesztések vannak. Na, aki igen, veszi ez a fáradtságot is. Egyébként, hogy nagy én követtem, van most már kedvenc virológusom, aha, nem csak kedvenc kozmetikusom, hanem kedvenc virológusom is. Ártalom, ugye? Én a Pécsi Virológiai Kutatólabort nagyon szeretem, a professzor urat is, és Kemenesi Gábor a kedvencem, őt hallgatom, és az követem, hogy milyen újdonság van, és azonnal tőlük tudom, hogy a tudományos világ zseniális jelenségben nagyon együttműködik most a Földön, egy-két ország tudósai kivételével, akik valószínű, hogy politikai nyomásra, de nem akarok ezzel törődni, hanem a ellenkezőleg a pozitív oldalt szeretném megerősíteni, és örömmel elmondani, hogy együttműködnek. És ha van egy kutatási eredményük, azonnal közzé teszik, és ez zseniális, és nagyon-nagyon dicséretes, és az átlátható oltóanyagfejlesztést, aki veszi a fáradtságot, és utána néz, és érdeklődik, és hiteles forrást hallgat, akár Kemenesi Gábor, akár a többi kutató személyében, akkor meg lehet érteni ezt a fejlesztést. Nagyon-nagyon érdekes, és hogyha hagynál engem lelkendezni, akkor most mesélnék, hogy van olyan oltóanyagfejlesztés, ami nukleinsav alapú. Van olyan, ami a... Most már nem csak azt tudjuk, hogy a vírus hogy néz ki, hogy van egy burok, vannak rajta ilyen kis tüskefehérjék, és belül van az örökítőanyag, hanem ettől sokkal részletesebben a teljes genetikai összetételét, a genómját ismerjük a vírusnak, és kicsi alkatrészeket használunk, és alkatrészek ellen termeltetnek a szervezetben ezekkel a védőoltásokkal ellenanyagot. Zseniális technológiák vannak jelen, különböző oltóanyagok lesznek befutók és biztonságosak. Fázis 3 vizsgálat végén majd jön már a törzskönyvezés, az ellenőrző szerveknek az engedélye, és utána a forgalombahozatal, és még utána is lesz vizsgálat, fázis 4 vizsgálattal a már beoltottaknak a követése is folyni fog majd. Biztonságos és hatékony oltóanyag lesz a piacon. És hogyha még azt megengedett, bocsáss meg, hogy beléd folytatom a szót, egy nagyon fontos szemléletet szeretnék közvetíteni, amit eddig én még nem hallottam a médiában. Kettő szemlélettel kell gondolkodnunk arról, hogy felvesszük a védőoltást. Van az embernek egyfajta szabadsága magáról dönteni, hogy én veszélyeztetem-e magam, vagy bízok annyira az oltóanyagfejlesztők tudásában és a közzétett eredményekben, hogy felvegyem a védőoltást, és akkor én nem leszek beteg, nagy valószínűséggel. És persze, lehet félelem, bennem is van egy kicsi félelem azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni, ha megkapom a védőoltást. De ez a félelem nem egy bénító félelem, mert valljuk be, hogy mindennek van egy kicsi százalék kockázata. Nem mérhető azzal az előnnyel, azzal a nyugalommal, hogy én nem fogok nagy valószínűséggel, lényegesen nagyobb valószínűséggel az előnyét fogom élvezni, és nem fogok lélegeztetőgépre kerülni, vagy 5 és 10 év múlva, hogyha akarod, akkor beszélek róla, hogy mi mindent nem tudunk még erről a vírusfertőzésről, hogy akik átélték, akik keresztül mentek a vírusfertőzésen, mi mindennel szenvednek majd. Ha akarod, akkor beszélek róla. Hogy én arról döntök, hogy én biztos, hogy be fogom magam oltatni, mert most már vannak olyan bizonyítékok, olyan tudományos eredmények, hogy én be fogom jó, megbízható, hatékony vakcinával be fogom oltatni magam. De mellette a másik szemlélet, ez nem elég, hogy magamról is, a közvetlen környezetemről döntök. Annak a felelősségével is számolni kell, hogy a járványt megállítjuk-e, és akkor... A járványt akkor tudjuk megállítani, ha sokan gondolkodnak úgy magukról, hogy beoltatják magukat, mert ha én beoltatom magam is, én nem fogom elkapni, attól a járvány nem áll meg. És attól ez az élet, ez a bekorlátozott, ez a testi és lelki nyomasztó, persze, következményekkel járó, rettenhetes élet, amit most élünk, ez a félelmetes élet, ez csak akkor lesz ennek vége, a korlátozó intézkedéseknek vége, hogyha elegendő ember dönt úgy, hogy beoltatja magát. A járvány csak akkor fog elállni, ha a vírus nem talál magának utat, és az 60-70 százalékos oltottságot jelent. Felelősséggel döntök,
a járványról is. Magamról és a szeretteimről, a magam oltatásával, de a járvány megállításáról is. És az, hogyha panaszkodik valaki, akkor felhívom, hogy milyen rettenetes maszkot viselni és távolságot tartani, pedig nincs most más módunk, addig, amíg nincs védőoltás, addig maszkot kell viselni, távolságot tartani, fertőtleníteni a kezünket és a tárgyakat, és várni nagyon a védőoltást. Az, aki nyafog, az oltassa be magát. Mert nincs más módja annak, hogy a járványt megállítsuk. Rengeteg kérdésem lenne még, de ennyi volt a műsoridőnk. Köszönjük szépen a rengeteg információt neked. Én is köszönöm, hogy beszélhettem, és nagyon kérek minden nézőt. Én nagyon hiszek a tudományban, a nyilvános, közzétett, átlátható tudományos eredményekben, hogy velem együtt várják az oltást, és bízzanak benne, csak ez hozzá a biztonságos jövőnket. Évi, köszönöm szépen neked. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk. Tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.